A szombati versenynapon 18 szerbiai fogadhajtó állt rajthoz, díjhajtásban, illetve akadályversenyben mérték össze az ügyességüket. Közülük hatan vannak, akik mindhárom versenyszámban, azaz a holnapi maratonhajtást is beleértve a Szerbia bajnoka címéért versenyeznek. Ez ugyanis a szerbiai bajnokság 5. egyben záró fordulója, vasárnap pedig bajnokot avatnak a 2017-es évre. A házigazda Keresztes Teréz a bajnokság egyetlen női versenyzője, az előző 4 fordulót sorozatban megnyerte, így már senki sem érheti utol. Tétje nincs, mert azt mondják, a szabályzat azt írja, hogy az 5 fordulóból a 4 legjobb helyezést elért eredményt számítsák. Hát én az elmúlt 4 fordulót nyertem, de hát nagyon nagy tétje van a mai holnapi versenynek, tehát végig kell menni. A díjhajtásra való felkészülés nagyon sok munkát igényel, mondta Bumford Olivér, a szabadkai Bumford Ménes versenyzője. Naponta lovakat be kell fogni, legalább 2,5-3 óra hosszát kell őket együtt hajtani, főleg lépésben, lassúgetésben nyugtatni kell a lovakat. Tehát ez a versenyszám arról szól, hogy a lovak mennyire elengedettek, mennyire tudnak együtt mozogni, és mennyire szófogadóak. Milana Novic, a szerbiai fogadhajtó bajnokság 5. fordulójának titkára szerint fontos, hogy Szerbiának idén először volt képviselője a világversenyen. Teraz Kerestes premiesta za nastupila na svetskom prvenstvu u Lipici, imala zapažen rezultat, lepo predstavila Srbiju i što imamo čast da imamo takvu takmiču, s obzirom na to istorijski trenutak za zapažni sport i uopšte za konjički sport Srbije. A szerbiai fogadhajtó bajnokság 5. fordulójában díjhajtásban taroltak a házigazdák. Harmadik lett Berényi Ákos, a kelebiai favori ménes hajtója, második a pancsovai Kremen versenyzője Milan Gákovics, és első Keresztes Teréz, ugyancsak a kelebiai favori ménes színeiben.